Sziasztok! Ma a melléknévről lesz szó. Tehát a melléknév valakinek vagy valaminek a tulajdonságát fejezi ki. Jó, ugye a valakinek, vagy valaminek, ugye a kérdőszava, ugye a valakinek a ki, a valaminek pedig a mi kérdőszó, és ugye ez a főnévnek a kérdőszava, tehát így a főnévhez kapcsolódik a melléknév. Tehát a éppen ezért nézzünk egy példát. Ugye, nézzünk egy főnevet. Ki? Lány. A kérdőszava, ugye? Ki? Én személynevekre kit használok? Az fakultatív, hogy ki hogy használja. Tehát, és akkor adjunk neki egy tulajdonságot, hogy milyen lány? Okos. Ugye, ennek a kérdőszava. Tehát, ki? Lány. Milyen lány? Okos lány. És akkor ebből rögtön csináltunk is egy mondatot, hogy az okos lány. Tehát a melléknév, a főnév előtt áll. De ugyanezt megcsináltuk fordítva is. Tehát szintén lány. Ki? Lány. Milyen? Okos. És akkor ezt is mondatba tudjuk foglalni. A lány okos. Pont. Itt a főnév után áll a tulajdonság, és akkor egy füst alatt ugye a határozott és a határozatlan névelő, ugye, ha mással hangzóval kezdődik a szó, akkor a, ha magánhangzóval kezdődik a szó, akkor az lesz a mondat kezdés. Tehát így tudsz bármilyen jelzőt adni, tehát okos lány, szép lány, ügyes, és így a tulajdonságokat tudsz gyakorolni vele, tehát a melléknév egy egyszerű amúgy, következő alkalommal fogjuk a melléknév fokozását tanulni, remélem tudtam nektek segíteni a hiányzóknak, sziasztok!